Magazinunkat fuvola, valamint trombita játékok színesítették, amelyet három tehetséges növendék adott elő, akik a Makói Magánalapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakgimnáziumban tanulnak. Az oktatási intézmény igazgatója, dr. Csikota József beszámolt az elmúlt időszak nemzetközi és hazai online megmérettetéseinek a sikereiről, valamint szót ejtett a tervekről is. A zenekarral most már kimerészkedünk, koncerteket adunk, természetesen az augusztus 20-ai fesztivált megszervezzük úgy, ahogy mindig szoktuk, ott lesznek koncertek, illetve van egy meghívásunk Erdélybe augusztus első hétvégén, ott lesz egy nagy nemzetközi fúvózenekari fesztivál, oda megyünk játszani, illetve a Balatonra úgy, ahogy tavaly, az idén is elmegyünk Siófok központjában, lesz majd egy koncertünk. Jövő évre pedig már három meghívásunk is van. Van egy Lettországba, egy Norvégiába, és hát egy horvátországi utazásunk van, ahol már jelezték a koncertigényüket. További vendégünk Csengeriné Szabó Éva volt, a József Attila Múzeum pedagógusa, aki a nyári programok egyik táborvezetője. Tavaly a fáraók nyomába eredtek a fiatalokkal, azonban idén az ókori Görögország lesz a középpontban. Ez egy olyan gazdag téma, még az 5 év alatt nem szerepelt, ugye tavaly Egyiptom volt, előtte Róma, középkor, úgyhogy így már minden korszakot végigjártunk, ez még most így kimaradt, és én úgy gondolom, hogy ez akár ugye a gyerekek iskolai tanulmányaik során is tanulnak, hallanak az ókori görögökről, és egy izgalmas, érdekes téma lehet, akiket érdekel a történelem és a régészetnek a ezen kis szeglete világa. Jó kis mondavilága van, a gyerekek szeretik, és ezt el is játsszuk majd a Trója városát, trójai háború Trója várának a bevételét. Hát még most gyártás alatt vannak az eszközök, úgyhogy még most nem tudtam ebből egy kis ízelítőt, bemutatót adni. Mindezek mellett kulturális magazinunkban megtekinthetnek egy beszélgetést az apátfalvi származású Benkóczi Zoltán színművésszel, valamint a József Attila Múzeumban is ellátogatott stábunk, ahonnan érdekességeket tudhatnak meg a nagyatádi kocsiról, ma este 18:40-től a társalgóban.